Na csácsumi csőtészt a csokoládé, szevasztok gyerekek, Kipper jelentkezik következő videó, aminek a Wasteland 3 a címe. Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy olyan játékkal játszok-e, amit elvárnak tőlem. Nevezzük nevén Farming Simulator, vagy pedig azzal, amihez éppen kedvem van most a karácsonyi szünetbe. És arra jutottam, hogy igen, én azzal fogok játszani, amihez éppen most kedvem van. Annak ellenére is, hogy tudom, hogy nem lesz jó a nézettsége. Ez igazából szerintem egy videósnak hatalmas dilemma is, vagy talán nem is dilemma, hanem ugye a videósok 99,9%-a azzal játszik, ami mainstream, meg azzal játszik, aminek nézettsége van. És így igazából én nagyon könnyen kikezdhető leszek, hogy hát Keeper, hogy a francból van neked ennyi feliratkozód, és éppen most miért csak ennyi van, miért csak ennyi nézettség van a videóidon? Hát azért, mert valószínűleg nem annyira nagyon nem mainstream-ben játszok. A Farming Simulator sorozatok is ugye gyakorlatilag nem voltak mainstream-ek, hanem inkább underground játékoknak számítanak, vagy inkább réteg játékoknak. De a Wasteland 3 az meg kifejezetten. És kicsit vissza akarok kanyarodni a csatorna legelejére, amikor a legelső játékok egyike például Jagged Alliance 2 volt, és voltak nekem olyan nézőim, akik például nincsenek itt a csatornám, vagy pedig ha itt is vannak, de ugye ezeket a Farming Simulatorokat nem nézik. Én például rettenetesen szerettem a Fallout 1-2 jellegű körökre osztott stratégia RPG-t. És a Wasteland 3, ez gyakorlatilag talán a mostani felhozatal legjobbja ebbe a témába. Ugye ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen XCOM jellegű bázismenedzselős, de viszont körökre osztott harcrendszerrel megoldott RPG-t. Hát, ha ki itt marad velem, az meg fogja látni, miről beszélek. Hát, aki nem, az meg nem. Hát, ez igazából ennyire erről fog szólni. Kezdünk egy új játékot, én ismerem igazából ezt a Wasteland 3 mechanikát. Akinek mond valamit a Fallout 1-es és 2-es része, az úgy vágni fogja, meg úgy lehet, hogy az úgy, akinek tetszik, az velem fog tartani, meg akik szeretik az ilyen XCOM beütésű dolgokat. Na, vágjunk bele a lecsóba, nyomunk egy új gémet, aztán megnézzük, hogy mi a szituáció, úgy nagyjából úgy tényleg így vágom, hogy igazából milyen ez a játék. Oké, kapásból. Na, de menjünk végig ezen a dolgon, és akkor Select Difficulty-t kellene választanunk, ugye, amiből 4 darab van, nehézségi fokozatból. Sajnos magyarosítás nincs, a játékhoz is magyar nyelv nincs. Az én szegényes angol nyelvtudásommal próbálok majd végig küzdeni, azért valamennyire így, nem is tudom, hogy mondjam. Ilyen konyha nyelven talán el tudok így navigálni benne. Na, difficulty-t kellene választani, ugye? Nehézségi fokozatok, van a nagyon kezdő, ugye? Ami könnyű a harcrendszer, és nincsen friendly fire, ami azt jelenti, hogy nem tudod megsebezni a saját playereidet, ami szerintem egy nagy baromság, mert miért? Miért? Mi az, hogy ki van kapcsolva a friendly fire? Várjál. Van normál, van hard, és van egy extrém. Hát én azt mondom, hogy álljuk neki hardon, mert legyen kihívásabb a rohadt játékba. Meg itt már látom, hogy a Friendly Fire például on, ugye be van kapcsolva, tehát tudod sebezni a saját társaidat, ami a valóságban is általában úgy van, hogyha odagurítod basszus a saját csapatodban lévő katonának a lábához a rohadt gránát, föl fog robbani, ez nem az lesz, hogy akkor ott nézeget. Mert a valóságban is van Friendly Fire, legyen Friendly Fire itt is. Oké. Okay. Jó. Hát ez meg is már tölt is. Én egy karaktergeneráló képernyőre számítottam, megmondom őszintén. Egyébként megyünk Coloradoba vagy hova. Igen, minden Surge egyszer volt, das ist ember, arra utaltunk. Igen, egyébként a Wasteland 2-be sivatagos részsel jártunk. Most a Wasteland 3-ba, ami ez egyébként nemrég jelent meg ez a játék, ebbe átültették az egész sztorit Coloradoba, ami ilyen havas jellegű egyébként. És most az a szitu,
alapszituáció. Az alapszituációja a játéknak, hogy mi megyünk, tartunk Colorado Springbe, egy konvojjal, rengeteg rangerrel, akikkel oda kéne jutni, azért, hogy ott támogassuk az ottaniakat. Gyakorlatilag egy ilyen akinek tényleg a Fallout vagy a Mad Max világára hasonlít leginkább ennek az egésznek a világa. Ott van valami izé, valami riasztórendszer. Na, ezt akartam mondani, igen, Fallout és a Mad Max világra hasonlít, leginkább posztapokaliptikus világban játszódó történet van. De meg fogjátok látni egyébként rettenetesen összetett. Viszonylag sok dialógus, párbeszéd van benne, amivel Keeper lehet, hogy annyira nem fog tudni mit kezdeni, de azért az alapszituációkat fogjuk tudni, ugye, hogy mit kell csinálni, meg azért próbálok belefolyni a dolgokba. Na, az a lényeg, hogy most megyünk Colorado Springsbe, ugye a konvojjal, és hát igen, nagyon gyarús itt a különböző szituációkban, hogy itt valószínűleg, hogy nem fogunk eljutni, vagy mi ez, le fogunk szakadni a jégbe. Ugye nem 50 darab ranger fogunk irányítani, hanem maximum egy maréknyit. Ugye ez arról fog szólni, hogy gyakorlatilag körökre osztott csatákban fogunk részt venni általunk menedzselt csapattal, ami a csapat az általában ilyen max 3-4-5-6 fő szokott lenni ezekben a játékokban. Na, oké, hát itt mi ez? Aknásítva van a terület, úgy látom, vagy... Igen, azok aknák voltak, hoppá! Meg még ráadásul valamilyen rakét... Ó, hát igen, megtámadtak minket, ugye? Az ilyen banditák. Szinte egyébként teljesen ugye megegyezik ezek a játékok, ez a Fallout széria. És sőt, még a Fallout széria, Fallout 1-2 készítői, azt hiszem átfedésben vannak gyakorlatilag a Wasteland-es az annó készítőket, és azt hiszem a Wasteland legelső része talán még előbb volt, mint a Fallout 1-2, és gyakorlatilag ha az ember szeretné azt a Fallout 1-2-es vonalat követni és nem átmenni a First Person verzióba, akkor inkább Wasteland-eznie kell. Igen. Szinte pontosan ugyanabban a világban játszódik ezek a játékok. A Mad Max egy kicsit másban, mert ugye ott az Ausztrália leginkább. Na, oké, karaktergenerálás képernyő, nagyon örülünk neki. Igen. Fiatal rangerök ők. Punk szerelmesek, vagy szeretők? Ez komoly? És ő mindkettő fiú. Fasza. Igen, akkor lehet választani előre definiált, kettő karaktert lehet akkor csinálni. Lehet választani előre elkészített karaktereket, viszont lehet készíteni saját karaktereket, és nézzük meg milyenek vannak. És ugye itt vannak a skinjeik, itt vannak a neveik, skillek, háttér, hogy milyen háttérrel rendelkeznek. Attól függően ugye különböző bónuszokat kaptak. Na, a gyerekek, csináljuk, jó? Akkor vannak punk lovers, szeretők, punk szeretők, akik két fiú, nagyon jó. Ők leginkább, az egyik ugye az például közelharci dolgot tud. Jó, a másik az meg semmilyen körülmények között nem fogok előre megoldott karaktert csinálni, hanem én fogok meg elkészíteni egyébként karaktereket, de azért érdekességképpen megnézzük őket. Például van apa és lánya, ugye? Mint látom, ő is inkább közelharci karakter. Ő meg sniperös. Ő egy sniperös karakter. Ő egy mesterlövész. Viszont ezek tök jó, kielegészíthetik egymást. Én nekem is most egyébként van már elképzelésem, hogy milyen jellegű karaktereket akarok csinálni. Szeretem, hogyha nagyon markánsan elkülönülnek a karakterek egymástól. Érdemes az ilyen játékokban specializálni a karaktereket. Mondjuk az egyiket inkább orvosi irányba elviszed, a másikat mondjuk mesterlövész, a harmadik inkább nagy fegyverek, meg ilyen. Nem érdemes minden olyan karaktereket létrehozni, amik mindenhez értenek, meg nem érdemes olyan karaktereket létrehozni, amikből több van. Értitek? Na. Mentor, van tanár és diák, kettő csaj, ahogy látom. Ők ilyen tekesek,
Ilyen nördök. Jó, és akkor ennyi van. Hát én, figyelj, én mindenképpen karaktert fogok csinálni. Na! Oké, akkor álljunk neki. Nem muszáj két lány, vagy egy fiút és egy lányt, hanem ugye... Lehet izét is. Lehet két lány, vagy két fiú, vagy amit szeretnél. Hogy lehet változtatni a nevét? Én a nevét akarom. Itt. Aha, jó, oké. Na, neve legyen. A fiúnak lesz a neve. Szeretnék egy olyan karaktert csinálni, amelyik leginkább ilyen badass állat. Tudjátok, az a darálok a izével, a gépfegyverekkel, vagy a legnagyobb fegyver, ami létezik mindennel. Robbantok, az a, tudjátok, a Rambo. Rambót meg... Nem, Dolph Lundgren, gyerekek. Az a kategóriát akarom. Meg lesz egy izé, lesz egy ilyen snakey, ilyen mesterlövész, ilyen kis mindenhez értő karakter. Ezt a kettőt szeretném. És akkor már úgy kéne megcsinálni... A neve legyen az... legyen... Az egyik az lesz Bulldozer. Ha, akit Bulldozernek hittak meg. Férfi lesz! Hangja? Spotted. We can handle this, right? We're in it now. We're in it now. Ez jó, ez ilyen maszkulin karakter hang, azt oda is van írva. És a hátteret ki lehet választani. Na, hogy milyen háttérrel rendelkezik, attól függően fog bónuszokat kapni. XP bónusz, az nem érdekel, perfect. Perception, azt hiszem ez az ilyen, mennyire vesz észre dolgokat, aknákat, meg ilyen hülyeségeket. Fire damage. Fire damage bónusz, oda nézzetek gyerekek, lehetne egy olyat is. Ugye például, hogyha egy ilyen lángszórós, ilyen nem tudom, olyan karaktert akarnál csinálni. Robbantós jellegűt. Gold killer kritikáltant. Nekem ez mindenképp ilyen tank karakter lesz, ilyen badass, oké? Okay. Bónusz damage robotokra és járművekre, aha. Grease Monkey, ez egyébként egy áthallás szerintem a Gas Monkey-ra. A játékban egyébként. Azt hiszem az előző részekben is volt. Mild image. Nem akarok semmilyen körülmények között, nem akarok közelharci. Én nem fogok oda venni senkihez, hanem darálok. Legalábbis egyelőre. Kiss-ass. A kiss-ass skill egyébként az ilyen segnyolás. Az ilyen izé, ilyen... amikor beszélgetéshez jó. Moneybags. A barter skill. Skill, amit láttak ott, az meg izéhez jó, ugye barter üzletelni, és akkor jobb üzletet kötsz, úgyhogy az annyira hát az izé a kitérés az ugye gondolom érthető. A Paladin crit resistance van, bonus damage to humans, combat speed. Mi ez a status effect resistance? Én ezt nem ismerem. Ez a status resi, ez mi? Ez valami jó, de lehet biztos. The boss, hardest, penetration 2, tudod ez nem rossz. Viszont szerintem ez a stoner. Ez a status effect, ez nem tudom mi, ez lehet, hogy ilyen mérgezések, meg ilyenekkel. Nem, ezt tényleg nem tudom, de úgy... Humánok elleni sebzés, az mennyi nem rosszabb. Nyilván van talán kis lesz. Hát mi a francot adjunk? Critical chance. Explosive. Viszont Explode. Nem, nem tudom, az a baj, nincs olyan, amelyik izére adna. Valami védelemre, az annak tudnék örülni. Hát ez a... Ez viszont arra ad. De 5%, hát ez nekünk valami. Crit resi, figyelj! Paladin. Legyen akkor Paladin, akkor ő neki tényleg egy ilyen... jó, akkor ő crit resi lesz, oké? Okay? Paladin. Jó, oké, akkor megyünk tovább, gyorsan megcsináljuk. Bocsánat, talán nem időzünk együtt a másiknál. Érdemes nagyon jól megcsinálni egyébként a karaktereket, azt fogod végigküzdeni a játékot. Na! Kinézet. Férfinek a kinézet, face. Randomizáljuk, gyerekek. Az mindig jó szokott lenni. Azt a betyár, van itt változatos dolgok, de várjál, helmetet, vegyük már le, mert
Nem látok semmit. Azt a, hát ez nem lesz jó. A helmetet mindig lekapom, mert... Ekkor nem látom. Ja, nem randomolta. Ja, most csak a helmetet randomolja. Hogy ruhagy meg? Várj, akkor csináljuk azt, hogy inkább megcsinálom én, mert úgy látom, hogy ez nem lesz jó. Valami ízé... de majd rakunk rá valamit. Fész. A fész az nem igen fog látszani. Ezek mik? Ja, ez legyen ilyen jó összevágott fejed. Csávó. Skin color. Milyen legyen? Hát ilyen közép finom, mint a pipa dohány gyerekek. Legyen ilyen, hát a szakállat majd eltávolítom. Haj! Milyen haja legyen? Ez ilyen, tényleg ilyen oda baszok csávó lesz, oké? Úgyhogy önnek nem tudom milyen haja legyen, várjál, milyen lehetőség van. Kopasz, mi? Nem valamilyen lányos valamit csinálunk. Nincs kopasz. Ez a milyen punkhaj, hallod? Á, nem. Ez jó lesz neki. De várja, a színét változtassuk már meg. Legyen barna. Sötét barna, de nekem a szakáll nem jön be. Jó, így. Hallod, ilyen télapó szakállat fel lehet neki csak. Hát ez mondjuk így egész jó. Ez jó, oké. Helmet. Valamit rakjunk rá. Ó, csoda nézzi testvérem, vagy ilyet. Vagy minél bedeszebbből nézzük ki, az a lényeg. Az a lényeg. Azta, vannak itt érdekes dolgok, gyerekek. Na, ez jó is lesz egyelőre szerintem. Vagy ez? Azt a gyerekek. Nagyon jó. Nagyon jó, jó meg vannak csinálva. Inkább ez lesz, ez tetszik. A jacket milyen legyen? Hát de annyira nem fontos egyébként, hogy milyen üzébe vagyunk, mert később tudunk ruházkodni mi. Mármint ugye minden armor, meg minden látszik rajtunk. Így ez egyelőre várjál már? Festés? Vagy mi ez? Gatya? Hát azért valamit válaszunk, valami jó, jó opot. Ez az, jó sok granát, meg mindenféle sem. Na, izé, milyen színű legyen? Legyen sürke, bazza, meg ilyesmi, ne vicceljetek. Szürke meg világos szürke, vagy keki. Szürke meg, nem, így világos szürke, vagy sötét szürke. Így szürke, jó szürkék leszünk, na. Megvan minden, ugye? Akkor ez mi ez? Ez mi? Ja, hogy milyen magasabb vagy. Azt a gyerekek, gigantikus. Hát ez szerintem körben nem befolyásolja a játék, mert hát csak hogy nézek ki, hát legyen magas. És ez? Oh! Kompakt méretűek is lehetünk. Az a nagy darab alatt ezlet leszünk, hallod? Ez az ilyen odaverek, szétvernek csávó. Na a portré, amelyik ugye a skillbarról lesz, hát valami melyik a legbereszebb gyereke. Meg... vannak itt komoly dolgok, hallod? Jószta, figyelj! Ez a brutál maxer, ez lesz. Na jó, oké, hát ez megvan. Gyerekek, hallod? Bulldozer! Jó! Ez igen jó. És akkor várj, start be a weapon. Na mik lehetnek? Assault rifle. Ez gépfegyver, ugye? Submachine gun. Ez SMG, ugye? Semi-auto. Pisztoly. Shotgun. És ugye gondolom... Ja, hát az, hogy milyen fegyvere kezdünk. Kés. Az a francia kulcs. Akkor... Ez mi? Ez ilyen... Boxer. És megjöttünk, gyerekek, itt hol vagyunk, a heavy, hallod? Tudod mi ez ilyen... Ilyen helikoptereken szokott lenni ez a nagy... A tankokon ez bazd, ez izé! Ez az 50-es kaliber, hallod? Azzal van kapásban. Hát ez köl nekem, testvéreim az úrban. Jó, azt hiszem... Várj, van itt még. Attribútorok. Oh, na. Hány van? 7 pontunk van. Coordination. Action pontot ad. Az jó dolog. Leginkább látod? Action pontot, status effect resistance. Jó, oké. Ezt megjegyezzük. Lockus penetration ad. És különböző lucky dolgokat, vagy mega crit chance, meg ilyeneket. Ez mi ez? Ez mi ez? Amire jó ez? Hit chance-et ad, észlelést,
meg range damage bónuszt. Az jó mondjuk. Ez mit ad? Ez mi? Ja, az nem, a zone az nem, az condition, az olyan, mint a HP. Úgyhogy 15 HP-t ad, hogyha akkor. És még több izét HP-t ad, mill damage bónusz, az kár. A dobás. Aha. És lesznek olyan itemek, amilyen szükség lesz majd. Erőre, ugye ez az erő, ami majd nem tud, büntetés nélkül tud hordani, úgyhogy ez nem lenne rossz, meg ugye több HP-ja lesz, és ő neki tényleg szeretnék egy ilyen izé jelleget, egy ilyen tank jelleget. Ugye mindig általában van az ilyen játékokban, hogy beküldesz valakit, akkor az jó tud lenni, mert akkor vagy tudod szabályozni, hogy kit lőjenek, és igazából őt jobb lenne, hogyha lőnék például, mint egy másikat, amelyik nem annyira tank jellegű. Combat speed? Evasion? Jó. Combat speed-et nem tudom, azt mi akar lenni. Az intelligence, az meg critical chance-et, a damage, critical... ja, jó, oké. Okay. Charisma. Leadership, range, experience, bonus. Na fárja, akkor izé. Ami nekünk így jó lenne, az akciópont jó lenne, hogyha sok lenne. Ranged damage bonus is jó lenne, de figyelj, akciópont az kell, mint a barom. Ugye, ez adja az akciópontot, ez meg az erőt. Úgyhogy az erő. Nem tudom mennyire. Meg izé, dobási távolság, de az ilyen plusz 0,6 métert ír, hát az mi? 60 centivel messzebb dobja. Az a baj, hogy a izét is. Így. Action pont. Jó van, oké, gyerekek, ez jó. És itt ad több action pontot már, ugye? Itt adott még itt már 3-at adott, de itt már nem ad, és itt ad. Jó, oké. Jó, ettől szerintem ez nem rossz. Na, ez mit lehet még? Skilleket? Skillek, gyerekek, skillek. Az igen. Na. Vannak a combat skillek, amit gondolom olyan arra érdemes rakni, amit éppen használsz. Például a Big Gun. Big Gun az szerintem... Heavy machine gunokat, a lángszorókat és minden túlméretezett fegyverre hat. És hogyha rakok rá egyet, akkor azt jelenti, hogy heavy machine gun hit chance 3%-kal és a flamethrower is növekszik. Ha kettőt rakunk rá, akkor elérhető egy perk. És meg ugye növekszik tovább. Ha még rakunk, akkor igen egy perk elérhető lesz. És négyet tudunk összesen rakni, ugye. Ja, ennek már kosztja 3, figyeld el. Ennek 2, ennek 1. Most akkor ide rakok egyet. Hát rakok egy Big Gun-t. És akkor... Ó, várj, ezt vissza tudom én vonni? Vissza. Gondolkozzunk egy kicsit, állj. Mi van még? Animal Whisper. Amivel állatokat tudsz kommunikálni vele. Elvileg lehet állatokat irányítani olyan szinten, hogy így mit tudom én, hogy segítsenek, hogy mondjuk harcba, vagy ráúszítod a farkasokat, vannak állatok a játékban, és azokat lehet úgymond használni. Explosives. Robbanóanyagok. Jó. Hát ez jó lenne, csak nem erre kellene leginkább költöm. Elsősegély. Ezt a másik karakterem. A másik karakterem leginkább support jelleg lesz. A Snake is itt. Szék is itt! Lopakodó szar, vagy mi ez? Jó. Ezek lehet, hogy tök jó izéket adnak ám előbb-utóbb perkeket. Mert ugye nem csak az számít, hogy mit ad bónuszként, hanem hogy milyen perkeket itt meg. Hát ez meg valami... Ja, ez valami izé, valami technikus dolog. Exploration skill. Armor modding, lockpicking, nerf stuff. Ú, rengeteg van, és 4 pontunk lesz. Vapor modding, hallod még social skill-ek is. Barter ugye, hogy mennyire tudsz üzletelni. Herdesz az, mennyire tudsz megfélemlíteni. A kis a segnyalás ugye, az meg mennyire tudsz benyalni az embereknek. A leadership, az meg. A leadership az meg különböző bónuszokat ad a csapatnak. Jó, csak nem arra olyanra kéne költeni, aminek értelme van. Akkor figyelj! Én szerintem big gunokra rakok. Egyet rárakok, és akkor itt
Itt is egy koszt. Ja, akkor egy, csak úgy érje, hogy az lenne kettő. Hát így most fölcsaptam háromra, még maradt egy pontom. Akkor egyet-egyet viszel. Azt hittem, hogy nem. És akkor még mire kellene, gyerekek? Robbanóanyagokra még ráküldhetnénk, nem? Hogy adjál már neki, akkor legyen. Vagy pedig valami, zé? Exploration, vagy milyen skill? Lockpicking mellé, mert ugye... Mit? Weapon modding például? De nem biztos. Szerintem ezt specializáljuk rendesen így. Ja, és oda már nem enged rakni? Miért nem enged rakni? Itt már kettő? Itt már kettőbe kerül, látod -e? Darabja. És ez meg már háromba fog kerülni, mert ugye itt kettő, négy és hét, azt már háromes az ugrás. Jó, hát másfajta fegyverre nem rakunk. Rakjunk a robbanóanyagokra, azt jó világ, nem? Na. Oké. Okay. Quirk, ez mi? Ez teljesen opcionális, nem muszáj használnunk, ugye? Ad egy powerful bónuszt, és egy büntetést! Ad valami pluszt, és egy büntetést! Aha, és ez megváltoztatja teljesen a playstyle-odat. Karakterkereső, van egy csinálni. Jó, nagyon, oké. Okay. Erre nagyon figyelni kell, ez teljesen... Például a Blunderer, ez azt csinálja, hogy Mill Damage bónuszt, a 15%-ot, viszont Critical Chance-et levegy... Ja, hogy nézzek, tök jók a képek, amiket mutat, hogy izomból meg tudja küldeni ott a golyót, viszont nem nagyon tud célozni. Bobbag, Armor plusz 6, Combat Speed 4 lefele, hallod? Ez nagyon adja neki, várja, ezt bekapcsolom. A Combat Speed, az nem tudom, az nekem kell. Ez mit ad az Combat Speed? Kevesebb AP-val rendelkezik? Na mindegy. Circus Freak. Mi ez? Combat Speed-et te ad. Crit Resistance-t ad. És Evasion-ünk és Detection Time-unk. Did Wish. Akciópontot ad 3-at. Kezdőt, max akciópontot, és akciópontot ad plusz 3-at amúgy is. A Did Wish, és csak annyit csinál, hogy egy bűnös ármort nem hordhat soha életedbe, hallod? Az úgy jó, nem? Hogy lesz egy csomó akciópontod, viszont egy darab páncélot sor. Ezt mondjuk... Ez mondjuk nem lehet rossz egy ilyen... Nem tudom, majd meglátjuk. De figyelj, ha van egy tank karakterünk, vagy ő lenne a tank karakterünk, akkor lehet egy olyan karaktert, aminek a plusz 3 akciópont az jó. Na jó, ez mi? Nem tudunk skillbookot olvasni. Viszont... Status Effect Resistance. Jó, és látjátok valóban ez az ilyen mérgezés, meg ilyenek. Aha. Leadership nem hat ránk, viszont... A reflexeink azok sokkal jobbak, ahogy észreveszünk a dolgokat. Medical. Combat közben nem tudsz healelődni, viszont 5-tel nő a HP-ink. Jó, azok nagyon jók. Detection time. Ez annyira nem érdekel. Ez nem nagyon tetszik. Jó. Piromániás, figyeljétek! Fire damage bonus plusz 25%, robbanás damage bonus plusz 25%, viszont 15% esélyed van, hogy felgyújtod magad. Hogyha ilyet használsz. Ez tényleg jó egyébként. 33% a több damage-t fog bejönni. Viszont több csöpzést is tolsz ki magadba. Ezek nagyon jók, tetszenek egyébként. Tetszenek gyerekek. Nagyon jó, de azt nézem... Most is... Mi? Ha be vagyunk iva, akkor
plusz 5% damage. Részegen. Ez meg minden ellenvédett. Viszont nem kap XP bónusz, minusz 15%. Lassan fejlődik. Jó, nekem ez szerintem tetszik, hogy armor, nem? Hogy armor plusz 6, az nem tűnik soknak? Lehet, hogy nem tűnik soknak. De ne jó, szerintem sok. Jó, oké. Okay. Jó, ez lesz gyerekek, armor plusz 6. Megvan a körkünk is. Queerkünk is, vagy quarkünk is. Na jó, jön a második. Aki ugye a nő, és a nő, ő nem lesz más, mint nem tudom mi legyen a neve. Ő egy ilyen support sniper karakter jeleget szeretnék neki kölcsönözni. Ami, mi legyen a neve? Legyen a neve. Shadow. Legyen a neve Shadow. És legyen nő, és legyen... Legyen női hangja, és milyen háttérrel rendelkezzen. Na, ő nála. Ő nála, ugye, ő nála mivel sniper jellegű. Dimitri bónusz, nem, semmilyen körülmények között. Kiszt, nem kell, ez nem kell. Nem kell. Nem kell. És már kicsit jobban, ez nem mondjuk nem rossz, hogy bónusz Dimitri the Humans, plusz 10%. Eddig az viszi rá a izét. Mert igazából a humánoktól parázok legjobban. Mert most az ilyen mutánsok, például állatok meg ilyenek. Mondjuk vannak robotok meg szintetikusok is, azt nem humánoknak vannak. Penetration 2. Az mondjuk jó penetration. Legyen penetration 2 inkább. De várj, inkább nagyobb sebzés vagy penetration. A penetration ugye átütés. Páncélon, hogy mennyit tudsz átütni. Gondolom fotozik mindenki. Vágja, jó legyen ez. Oké. Okay. Akkor. Kinézet. Baromi gyorsak leszünk. Jó, valami fiatalos, dögös csajci lesz belőle. Ez szerintem jó is. Skin color, legyen egy kicsit. Shadow, mivel shadow. Hanem shadow, legyen szürke. Á, ne legyen szürke. Legyen egy kicsit ilyen barnább bőrű. Mondjuk így. Gypsy. Annak ezt kell adni neki. Haj. Haj. Nem valami jó. Csajos haj, valami jó. Ott, coffos volt, mi? Hú de szar, hú de szar. Ez jó lesz neki, jó? Oké, okay. Hajszín. Zöld, láttam egy zöld hajú lány. Vagy hogy van? Hogy van az a szám? Kitörte, nagyon tudsz érekülni. Jó, legyen ez ilyen homogén. Vagy szőke legyen? Fúj. Na. Helmet. Helmet. Meg is van gyerekek. Azaz tesó. Nincs a maszk kell neki, mert ő a shadow. Meg olyan izé kell valami testhez álló ruci buci van. Melyik a legtesthez állóbb? Azta! Ez az. Várjál. Nincs jó. Ez volt a legtesthez állóbb. Nem köprémes kabát? Így, ez kell. Valami gatya. Amik jó test az álló. Csegged. Megvan. Oké. Okay. Armor color. Nagyon szürke. Nagyon ninja vagyok gyerekek. Ez mi? Ja, ugye, hogy milyen magasak vagyunk. Hát ő neki legyen egy ilyen középmagas. Vagy legyen alacsony. Legyen alacsony. És legyen vékony, jó? Ilyen tényleg ninjas. Ó, hát nagyon ninja vagyok. Portré, ami csajos, portré, ami ninjas csajos. Melyik legyen? Hol vagyunk? Legyen ez! Ilyen karaktert kellett volna, ilyen japánt. Várjatok, menjünk már vissza. Haj, nincsen ilyen haj, ilyen japános beütésű csajos haj. És fekete. Nincs olyan bazza. Hú, de buzi hajak vannak. Azt a betyár. Hát ez még valahogy... Hát ezt megnézzük feketébe, jó? Ez inkább biez, lila vagy biez lesz már. Ó! Ez az. És ebben nézzük. Akkor őket. Igen. Pink hajat csinál. Hát ez marhára nem nincs. Jó van, ilyen lesz. Ez van gyerekek, ezt szeretni.
Egy, jó, oké. Meg volt minden, ugye portrét is választottam? Választottam, ez a portré, ugye? Akkor back. Ó, tökéletes gyerekek, a bulldozer, meg a shadow. Oké, na, gyorsan, izé. Start fegyver. Egyértelmű, nem tökölünk ám. Sniper rifle. Feltétlenül. Oké. Attribútorok. Neki jó egy sebzést kéne csinálni, semmi nem számít, csak minél nagyobb sebzés. Feltörésörünk már van, action point. Az se rossz, action point. Mivel akkor többet tudna lőni. Ó, action point, gyerekek. Menjünk rá az action pontra, mint az atom. Ó, mennyi action pontot kap. Várjál, ez csak 4. 3. Itt adja a 4-et, és akkor az utolsót már nem ide költjük el. Mi van még? Hit chance per... Oké. Ami volt olyan, hogy távoli. Nincs a damage bónusz, az is jó lehet, nem? Igen, ez a második. Erre kettőre fogok pakolni nála. Mivel távolsági damage bónusz legyen, meg minél több skill pontja. És már egyébként tudok mást is. Már kitaláltuk, hogy a körköt kiválasztom. Volt egy olyan, elvileg, hogy nem használhat fegyvert, volt egy olyan, hogy nem használhat fegyvert. De viszont... Vagy nem használhat armort, viszont az akciópontja annyi lesz, mint a sár, nézd meg. És őnek baromi sok akciópontja lesz emiatt, és sokat tud támadni, sokat tud mozogni, mint egy ninja. Na, skill. Na, akkor nézzük. Sniper. Tudja, sniper hit chance. De miért csak a hit chance-et? A damage-et nem növeli? Várj, először ugye mondtuk, hogy ő support lesz. Elsősegélyt mindenképp fog tanulni. Elsősegélyt mindenképp. Social skill-ek nem. Tudom, hogy ezek ilyen fontosak-e. Ja, és lockpicking-et mindenképp akartam. Lockpicking. Baszd, nem sok pont van ebből, hallanjátok gyereket. Még egybe kerül csak. Hogy a faszba viszi az elejére a pontot? És mi a szar? Várjál, mire hagytam? Ugye gyorsan elköltöttem ezt a pár pontot. Ja, összesen 4 pont van, gyerekek. Hát, ez neveres. Pedig a lockpickingre akarok rakni, és... Mechanic. First aid, mit ad? Nem tudom, ez a first aid-re rakjak-e. Lockpickingre mindenképp akarok. De szerintem arra egy kettőt minimum, mert a lockpicking jó, mert ezek a játék mindig ki kell nyitni minden szart. Ez még egybe kerül. Jaj, de elkölteném. Azt rá elköltöm. Meg a first aid-t. Erre adok, jó? Aztán majd akkor még küldünk másodra. Lockpicking jó, gyerekek, higgyétek el. Higgyétek el, hogy az jó. Az jó lesz. Ezekbe kell. Oké, szerintem meg is vagyunk, ugye? Jó körket választottam neki, Quirkot. Jó, oké. Nem használhat armort. Jegyezzük meg. Csaj! Soha büdös életben nem vehet föl meg egy darab armort, szerintem. Tehát úgy fogják kevezni, mint a disznó. De viszont ugye az izével jó. A sniperös dologgal együtt. Jó! Confirm gyerekek, meg vagyunk végre. Az első csatát ledurrancsuk. Hogyha... Vagyis valamennyire belenézünk a játékba, nem tudom mennyire lesz hosszú a csata. Na nézzük, mi szar történik. Kömbet. Elkezdődött. Ők ellenfelek. Ők barátok, és ők vagyunk mi ott ketten. Mondom, bulldozer meg Shadow. Jál Isten, fedezék be. Yeah. Na, ugye körökre osztott stratégia, nem tudom, hogy be kell mutatnom, az a lényeg, hogy akciópontokba gazdálkodunk. Bulldozernek van 9, ahogy látom, és Shadownak 13. Nézzük át itt a hudot meg, hogy mit kell csinálni, meg hogy működik az egész, mert lehet, hogy valakiknek újdonság. Ez a játék stílus, nekem igazából nem. Tényleg, akkor végigfutunk rajta, oké? Okay? Hogy mit látunk a hudon. Itt van egy mini térkép, fel tudja
jobbra, azt nem olyan... Ezt vágja mindenki. Menjünk át bal alulra, ugye? Itt vannak a karaktereink. Ezek közül választhatunk, és 9 AP az akciópontot jelent. Az azt jelenti, hogy mennyit dolgot tudsz megcsinálni egy körbe. Például Bulldozer 9 akciópontot rendelkezik. Ugye őnek is, Shadownak azért van olyan sok, mert ugye például olyan... ezt a Quirk-et választottuk, Quirk vagy Quark vagy nem tudom mi, ami akciópontot adott neki 23-at, meg még ráadásul rámentünk arra is, hogy a... nem is tudom melyik skillnél ugye lehetett választani, amelyik növelte ezt a dolgot. Itt van ugye a neve, itt van, hogy nulla páncélja van, és itt van a HP-ja. Hát nevezzük HP-nak itt egyébként. Ezekben a játékokban a... nem is tudom mi. Na mindegy. Pon, mi a pon? Érdekes, ja. A bulldozer már meg van sebezve. Nagyon jó. Ja, kon... condition. Na, amit még leolvashatunk, hogy bulldozernek például 6 armorja van, mert ugye neki meg olyat választottunk, hogy kapásból 6 armorja legyen. Nem is tudom mit kapott cserét, vagy mi történt meg vele. XP, ugye, akciópod. Menjünk sorba végig. Atak. Ugye meg tudunk támadni bárkit. Kiírja ugye, hogy mennyi AP-ba kerül, például 6 AP-ba kerül megtámadni valakit. Ne írja ott ugye a neve felett az illető, a Dorsey, a Stalker neve felett, hogy hány százalék esélye fogja eltalálni. Meg ott alatta meg írja, hogy hány HP-ja van, mennyi élete van. Na, akkor van reload, újratöltés. Van stand-up felállás. Ami nem tudom, mire jó. Mert ben vagyunk egy ilyen fedezékbe, ez mi? Abilities. Ja, amiket megtanul. Megtanult, hát gondolom nincs egy se most. Quick. Zövén, amíg vannak, itemek. Methipo. Tudod használni harcba, vagy akármikor igazából. ...50% HP-t növel. Ennyi. És ennek az elhasználása 3 AP-ba kerül. Ez jó van. Ez valami, nem tudom mi. Final actions. Aha. Final actions, azt gondolom az, hogy amikor végeztél a köröddel, akkor miket használsz? Van egy ambush lehetőség. Van egy defend lehetőség, amivel azt jelenti, hogy... az AP-nak megfelelően, tehát az maradék akciópontodnak megfelelően 5%-ot ad akciópontokért. Tehát ha 10 akciópontnál nyomod ezt el, akkor 50% evasion fogsz kapni. Az mi? Ah, ez tudod azt csinálni, hogy gyakorlatilag felkészülsz a következő körre, és 2 nem felhasznált akciópontot át tudsz vinni a következő körre. Ez 1 AP-ba kerül. Jó. Itt van a fegyverünk ugye, amelyik ugye a főfegyverünk. Nem főfegyverünk ugye, az öklünk. Ugye tudjuk azt is használni, oda is be tudunk készíteni még egyet. Az a neve, hogy Bunker Booster, Buster. A base hit chance az 50%, a range 15. Ugye 15 blokkra lő el. Ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 10. Vagy 15 méterre, nem tudom, hogy van ez a térképező. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hát jó, akkor 15 méter legyen az, gondolom. Ammo type az 762-es lőszer. Ammo in inventory 159. Szuper. Jó, a Choice-nak meg ugyanez, minden csak éppen egy sniper rifle-ja van. Ja, és a sebzése ugye ennek a fegyvernek. Itt van,
10 x 9, tehát 9 lövést tudok leadni. Egy gyakorlatilag, ha egyszer lőzzene. És ugye, mivel 9-szer, akkor az, hogyha jó és nagyon szerencsés van, hogy betalál mind, akkor 9 csenet fog sebezni. A csajé, az meg 33-46 fog betalál. Jó, na, nézzük, mi a szitúgy, gyerekek. Hát szerintem daráljuk le őket minél hamarabb. Én szerintem ez a bulldozerre ledarálom ezt. Mert nem zavar, hogy itt van, és valószínűleg besebez megint. Ezt le is daráltam, mint a szar, meg ráadásul és úgy látom, az egy vonalban lévő dolgozókat is kiírja. Jó, itt ugye jelzi, hogy megnéztünk. Mint három alapjából ugye sok minden nem tudnánk megcsinálni. Csináljunk egy csalmóval egy olyat, hogy felézékbe vonulunk, és akkor meg is látjuk, hogy... Hát nézzek. Vision. Mozgás jó van, oké. Okay. Ja, 15, meg magyar gyakorlatilag 25% ezek ma. Evolutionünket. Annyit kaptunk pluszba. Jó, akkor, csaj. 13 AP-ja van, és viszont ő neki csak 6. Viszont az ammo összesen 4-5 van ebbe. Meg az inventoriban van, úgyhogy 10-et tudunk lőni vele. Ami eléggé nem baráti. Jó, oké. Okay. Viszont elég jó, nézzétek meg. 86%-os esélye lövi ki azok a hátsókat például. Ezt ugye 47%-os eséllyel. Ezt 47%-os esélye, ugye, mert ők fedezékben vannak. 5-87. Hát nem tudom, lőjünk meg valakit mondjuk. Jó messze lévőt, hogy prezentáljuk, hogy mesterlövész puskával. Vagyunk azért 6 AP-ba került el a lövés. Ami azért jó, mert ugye sok AP-ja van. Ugye raktunk, hogy sok AP-ja legyen. Tehát kettőt is fog tudni lőni. Dick az egyiket le is szedte, mint a szart. Igen. Jó, tudjuk, hogy hogy. Mert ott. Tessék a másikat, és ugye ez a mesterlövész, ugye sokkal nagyobb range-el dolgozik, nem is tudom mekkora range-el van. 24, ugye neki csak 15, majd nem, jó, majdnem nem duplája, de azért elég sok. Oké, okay, gyerekek, akkor következő a helyzet. Csajjal meg, sok mindent nem tudunk csinálni, mivel is terezékbe vonulunk. Eha. Megölt. Tök a... Jó van. Hát igen. Ez valamit itt szerelget. Jó, mindegy. Mit támadjunk? Mit érdemes? Például ő... Robotot nagyon nem érdemes, nem? Ezeket meg 30% esélye tudjuk támadni. Ezt is 30% esélye. Őt... Őt 70% esélye szerintem megsorozom őt. Igen. Ugye érdemes nézni az esélyeket. Maradt 3 AP, azzal nem megyünk búcsúba, úgyhogy valószínűleg, hogy becsapom fedezékbe. Ugye megint 3 AP-ből csaptuk fedezékbe, akkor azt jelenti, hogy ugyanúgy csomó izéje maradt. Na gyerekek, kit lőjük meg? 47%-os eséllyel. Jó volt. Meg az is, nagyon jó. Nagyon jó, ez a mesterlövész. Kicsit bánom, hogy nem mind a kettő mesterlövész. Oké, aztán bújunk el. Eszed már az összes emberünket, Dikos. Ez az jó kör volt ember.
Ez kész lett. Kész lett ez az ágyú, ha? És ide is került az embereink, azért mint jár. Ja, és az ilyen AOE-t. Területi sebzést fog csapatni, úgyhogy valószínű, hogy be fogja azt is perkölni. Hát ez nem volt rossz, na. Jó, gyerekek, oké. Belekóstoltunk itt a harcba is. Megvannak a karakterink, szerintem nagyon bedeszek lettek. Igen, mit mond? Azt mondja, hogy azt le kéne, ki kéne kapni azt a bastardot, vagy bastard a, azokat a rossz fiúkat, akik a rakétavetővel lövöldöznek, azt el kéne kapnom. Azt ma fogja, talán nagyjából. Yeah. Hát ez sok lehetőség nincs, oké. Annyi, hogy menjek, azt mondja a csávó. Ő meg elviharzott. Jó van, gyerekek, szuper. Ja, ezért mutatja, hogy hogy tudok. Ja, úgy ittani. Ja, úgy ittani. Bulldozer kéne. Csapat és ilyen egyéni mozgás dolog. Jó. Azt mondja, jobb gombbal tudok vagy küldeni valakit valahova. Space-szel külön tudom választani, össze tudom zárni őket, meg tudok így, ha gondolom más több karakterem van, akkor be tudom őket így azonosítani. Várja, vannak itt lootok. Lootok. Scrap. De jó. Van ott egy Ferrari gyerek, nem kell valakinek 400 százalosa, hogy nézel Volkswagen. Egy aranyat ér, jó. Vagy egy aranyat, egy dollárt ér. Lootol. Igen, és ahogy látjuk, ez úgy működik, hogy a területen lévő összes dolgot kirutol, és nem kell oda futkozni hozzá, hanem mutogatja. Nézzük, oh, Spikes. Mikor felnőtt, azt ismertük, már Spikes. Szegek azt mondja, hogy Emanation, ez nem izének számít, nem Junksnak. Nem szemét. Azt mondja, hogy készült ez... Mi ez? Rozsdás szegekből készült. És valamilyen, nem tudom miből. És ez a lőszer használható csak valami homemade fegyverekhez. Tinken, ez junk, ez ugye szemétnek minősül, ez semmi, gondolom. Hát ugye minden játékok vannak ilyen junkok, ami ilyen tényleg eladható szarok. Mi ez? Yellow Snowball. Hát ez egy izé. Ez egy hógolyó, amit gondolom lefisíltak. Az is sárga. És igazából történnek dolgok, hogy valaki ezt elvileg hozzáadott vágot. Például ilyen, hogy beteg lesz, meg ilyenek. Hát ennek... Hát jó. El lehet adni ezt? Nem ér semmit. Ezt nem érdemes fölvennem, gyerek. Bocs! Jó, az ammunition. Cigi, ez is izé, tizet ér, gyerekek, nagyon durva. Ez egyet ér, ez mi? Ez valami szövet. 15-öt ér, viszont jó, 15-öt ér. Ez mi? Ez valami orr piercing. Kicsit, mint hogy ez zöld takony lenne rajta, jó van. Most kiszedtük az orr piercinget a csávóból. Nagyon jó, oké. Jó, az ott marad az rohadt bóvó, jó. Oké, gyerekek, oké. Mivel van nekünk szép kis térképünk, ugye? Eléggé nem teljesen
Ja, ott a Kodiak jármű, ez mi? Ja, mutatja a járművet. Sokra nem megyünk vele. Jó, nézzük meg akkor még itt a menüt, inventory. Itt vagyunk mi. Sok mindent nem lehet rárakni a karakterünkre, azt nézem, lehet fejfedőt, felsőt, gatyát, meg valami csoda csillag, nem tudom mi ez. Itt mutatja dolgokat, jó van. Ja, kellene használni egy ilyet, ugye hány darab ilyenem van? Egy darabom van? Gépfegyver. És ugye úgy működik, hogy egy inventory van mind a kettőnek. Az, hogy milyen tárgyat húzol be, de úgy itt tudom én, hogy mondjuk a sniper lőszert ugye itt van egy darabban. Van 9 mm-es lőszerünk, meg van a 762-es. Egyébként azért jó, hogyha nem ugyanolyan fajta lőszert használsz, vagy fegyvert használsz két karakterre, hogy akkor mind a kettővel snipert használják, akkor ugyanazt fogyna. Például ugye, hogy gyűjtögeted szépen mondjuk két különböző lőszert, és akkor mondjuk lenne egy olyan karakter, ami pisztolyt forgat, akkor az a pisztoly lőszert használja, nem például ugye a bulldozernek a olyan lőszerét. Mi itt ezek? Skillek, perkek. Perkpot 0. Map. Mission log. Reputation. Ó, itt be van porosodva. Ez most melyik? Ja, ez mi gonoszok vagyunk, ezek meg jó. De miért vagyunk mi gonoszok? Jó, oké. Mit akartam? Szerintem itt ezt lezárjuk ezt a videót. A következő részbe várlak benneteket. Érdekes, hogy 30 FPS-ben van fagyva ez, de hát mondjuk ebben a játéknál annyira nem számít. Az FPS számláló, én azt látom. Jó, innen folytatjuk gyerekek, megyünk tovább ugye. Ezt csináljuk a dolgokat, de megpróbáljuk leszedni. Ezeket nem lehet felszedni, nem? Jó, oké. Na, köszönöm szépen figyelmet, jók legyetek, csumi csöv!